Az alkotók egy olyan filmet álmodtak meg, ami a szokványos természetfilmes megoldások helyett újszerű ötletekkel fogja meg a közönséget. Erre nagy szükség is volt, hiszen a Lilliputi mimikrivel a filmesek egy olyan közönséget céloztak meg, aminél kritikusabbat elképzelni is alig lehet, mégpedig a gyerekek. Haló? Haló? Tenger alatt járunk, hallottok engem? Haló, haló? Nagyon jó a vétel. Élő adás egyenesben, úgyhogy térjünk a lényegre. Budapesten járunk, a Gellért-hegy lábánál. Itt a város szívében, ezen a forgalmas helyen található a természetfilm.hu tudományos filmműhely stúdiója. Az elmúlt években sok természetfilm, tudományos ismeretterjesztő film készült ezeknél az asztaloknál. Habár munkaidő van, a filmműhely valami rejtélyes okból mégis üresen tátom. A rövid kávészünet után folytatódik a munka. A számítógépben lassan, de biztosan összeáll a tudományos filmműhely ismeretterjesztő filmsorozata, a Lilliputi Mimikri. A film a tengerek mélyére kalauzolja el a nézőt. Akárcsak az afrikai szavannáknak, a trópusi korallzátonyoknak is megvannak a maguk nyomolvasói. Ők azok, akik találnak is, nem csak keresnek. Tekintetüket a legapróbb részlet sem kerülheti el. Herkentyű vadászok. Így hívja őket a többi búvár, és nem véletlenül. Az igazán jó herkentyű vadász órák ezreit töltötte már el a víz alatt. A szeme hozzászokott a kereséshez. Kitanulta a tengeri állatok rejtőzködési technikáit, és úgy ismeri az átonyt, akár a tenyerét. Tudja, melyik állatot hol érdemes keresni. Tegyük fel, hogy a cél a világ legkisebb gerinces állatának felkutatása. Ez esetben a herkentyűvadász a zátonyperem felé veszi az irányt. Süllyedni kezd a meredeken alázuhanó szirtfal mentén, és meg sem áll egy jókora, legyező korral telepi. Keresett állat olyan piciny, hogy lehetetlen észrevenni. Ha csak tapasztalt herkentyű vadászunk finom legyező mozdulatokkal rá nem veszi a korallpolipocskákat, hogy egy rövid időre becsukódjanak. Ott van. A világ legkisebb termetű gerinces állata, a törpe csikóhal, lelepleződött. Kinyújtott testhelyzetben egy törpe csikóhal 12-15 mm hosszú. Kapaszkodás közben felkunkorított farokkal ennek körülbelül a fele. Ez kevesebb, mint egy tizede a csikóhalak rokonságában szokásos 20-25 centis méretnek. Most, hogy a korallpolipocskák újra kinyíltak, a törpe csikóhal ott folytatja, ahol abba hagyta. Keres magának valami ehetőt. Ha az egyik korallágacskán nem jár szerencsével, gyorsan átszökken egy másikra. Tápláléka a korallpolipok közt bóklászó gerinctelenek közül kerül ki, amelyek még a törpe csikóhalnál is kisebbek. Szó se róla, nehéz rájuk bukkanni, de nem lehetetlen. A törpe csikóhal módszeresen átkutatja a terepet. Az apró préda egyszer-kétszer elkerülheti a figyelmét, de a törpe csikóhalnak ez sem szegi kedvét. Tudja, hogy az idő neki dolgozik.
már nagyon régóta gondolkodtunk, évekkel ezelőtt kitaláltuk, hogy fogunk olyan filmet csinálni, amikor egy műsorvezető egy nagy búvársisakban a víz alatt fog ismerettet terjeszteni, de ez sose valósult meg igazából, és valójában a Mimikri film hozta meg ezt a lehetőséget, hogy ha már mesterséges körülmények között cápák közé lemerülünk, akkor a műsorvezető legyen ott, és beszéljen ott egy búvársisakba, hiszen ez egy nagyon érdekes szituáció. Koralnok azok hogy képződnek? Egy korallzátony egy bonyolult építmény, amit sok millió korallpolip együttesen hoz létre. Az építőmunkások tehát az apró korallpolipok, amelyek, ha éjszaka van, akkor kinyitják a tapogatóikat, igyekeznek minél több kis planktonikus szervezetre elkapdosni a vízből. Nappal viszont azon igyekeznek, hogy a testükben élő algák minél több napfényt kapjanak. És így az algák segítségével sikerül meszet kiválasztani. A korallváz lényegében úgy épül fel, mint egy csigaház, de mivel ezt a korallok úgy csinálják, hogy a testükben növények élnek, emiatt egyáltalán nem volt rossz elnevezés a korallkert. Régen az első természetbúvárok azt mondták a korallzátőre, hogy micsoda víz alatti korall erdő. Növényekhez hasonlították őket, pedig a korall állatka. A film gyártásvezetője, Herdlicska Péter azt hitte, hogy a budapesti Vadon forgatása után a természetfilm.hu stábja már nem tud neki meglepetést okozni. Hát tévedett. A forgatást megelőző este tartottunk egy technikai próbát egy külvárosi úszodában, ami hát nagyon sajnálatos helyzetbe torkollott, ugyanis eláztattuk mind a kamerát, mind a búvártokot, amivel másnap reggel forgatnunk kellett volna. Hát ez nem kis kihívás jelentett gyártási szempontból, hogy néhány óra alatt egyik estéről másnap hajnalra gyakorlatilag szerezni a forgatáshoz szükséges és megfelelő technikát ilyen extrém körülmények közé. De hát hál' Istennek sikerült ezen a problémán átlendülni, úgyhogy másnap korán reggel meg is jelentünk a Cápa medencénél, ahova hát én nagyon szomorú voltam, hogy nem merülhettem be, hiszen én magam is több éves, évtizedes búvár múltan rendelkezem, és hát azért ez egy nagy élmény lett volna számomra is. Ehelyett maradt nekem gyakorlatilag a parti biztosítás, illetve hát az Attilának a levegőztetése, a homlok törölgetése, gyakorlatilag a felszíni technikai biztosítás. Nagyon fontos volt, hogy több kamerát helyeztünk el. Bent a vízben volt három kamera, és kint a külső térben a gyerekek kérdezhettek, ott még volt pluszban két kamera. A kameráknál használtunk olyat is, amelyik át tudott mozdulni, úgynevezett kránon volt a kamera, át tudott mozdulni a víz alatti térből, abba a térbe, ahol a gyerekek figyeltek. A kinti térben sötét volt, a rendező, a hangmérnők, a technikusok fejlámpa mellett tudtak dolgozni, és elképesztő jó munkát végeztek. A mikrofonos búvársisakot egy legendás magyar búvár, Cakó László bocsátotta a filmesek rendelkezésére. A hét tengert megjárt tengeri medve nagyon élvezte a gyerekek társaságát, és ha alkalmasnak látta a pillanatot, maga is közbeszólt. Jó van, én meg elzárom a levegődet. A gyerekek szerencsére nem haboztak, és a hidrofonon keresztül folyamatosan zajlott a kérdez felelek. Körülbelül hány hal él a világon? Vagy hogy hány fajta hal él? Nagy különbség, hogy hány hal, vagy hány féle hal. Utóbbi kérdés a fajok sokféleségére vonatkozik. Pápua Új-Guineában, ahol jártam, képzeljétek el, hogy az eddig összeszámolt halfajok száma meghaladja az ezret. Hogy amikor mi hozzáérünk a korallhoz, akkor kihal a korall, de hogyha a halak érnek hozzá, akkor miért nem? Ez is egy nagyon jó kérdés. A halak, képzeljétek el, amikor táplálkoznak, akkor csak nagyon pici darabokat csippentenek le. Azt is a korallnak a tetejéről, és ezzel nem okoznak olyan nagy kárt. De amikor egy búvár ügyetlenül úszik a korallok között, és lerúg egy egész koralltelepet úgy, hogy észre se veszi, azzal több száz év munkáját teszi tönkre.
A Lilliputi Mimikri első része a homok élő világával foglalkozik. Olyan tengeri herkentjüket mutat be, amik a homok szemcsék között élnek, vagy a homokhoz igazodva ott élik a mindennapi életüket, esetleg a homokból szerzik meg a táplálékot. A második rész pedig olyan apró tengeri lényeket mutat be, amik a korallok között bújnak meg. Szabad szemmel tényleg nehezen észrevehető makrotechnikával filmezhető fajok ezek. Igen, de a gyerekek, akik figyeltek az előadásra, hát nagyon érdeklődtek a fejem körül keringő cápák iránt, és ezekre a kérdésekre válaszolni kellett. Én azt szeretném kérdezni, hogy egy nagyobb cápa az körülbelül hány centiméter, vagy milyen nagy? A világ legnagyobb cápája az érdes cápa. 14 méter hosszúra is megnőhet. Tőle nem kell félni, mert plankton teszik. A plankton meg ilyen kis pirinyó. Ezektől a cápáktól se nagyon kell félni, ezek a homoki tigris cápák, de a nagyfehér cápától már inkább félnék. Ha az lett volna itt a medencében, bizony nem lett volna itt tévéfelvétel. Hogyan lehet felismerni a hím cápát a nőst és a nőstényt? Képzeljétek el, hogy a farok alatti úszó a hímeknél hosszabb. Hogyha megnézitek ezt a leopárcápát, ő egy nőstény, ezt az úszóját kell nézni. Ő egy nőstény, és itt úsztak még homoki tigris cápák is szép számmal, ezek után már ti is meg tudjátok állapítani róluk, hogy mind egytől egyig lányok. Habár az akváriumban élő cápák már hozzászoktak a búvárokhoz, és egyáltalán nem zavartatják magukat a zajos buborék felhőktől, a vadcápákkal azért némiképp más a helyzet. A szabadon élő cápa óvatos és félénk állat. A tapasztalt merülésvezető azonban tudja, hogy lehet a cápát egy kicsit közelebb csalogatni. A lényeg, hogy legyen a búvár mellény zsebében egy kis pillepalack. A vízzel teli palackba egy kis levegőt kell engedni, aztán két tenyér között ide-oda forgatni. A furcsa, vibráló hang másodperceken belül odavonzza a környéken kóborló cápákat. A cápák azért tűnnek fel, mint egy varázsütésre, mert csábítják őket a halak vergődésére emlékeztető, alacsony frekvenciás rezgés hullámok. Ilyenkor látótávolságon belülre merészkednek, de nem feledkeznek meg az alapvető óvatosságról, és mindvégig tartják a kellő távolságot. És a cápák miért úsznak nyitott szájjal? Igazándiból bennem felmerült, hogy ez a cápa azért úszik nyitott szája, mert olyan búvárokat keres, akiknek a légzőcsőve felfelé vezet a felszínre, amit könnyen el tud harapni. És már vége is a műsornak. Komolyra fordítva a szót, azért úszik nyitott szájjal egyébként, mert a beleáramló víz oxigénnel mossa át a kopoltyúját, és ez tartja életben a cápát. Ha a cápák nem úsznak, megfulladnak. A búvárturizmus világszerte nagy üzletté vált, és sok ügyfél bizony nem elégszik meg a cápák távoli látványával. Márpedig, ha valaki testközelből szeretné megnézni őket, annak a vízzel teli pillepalacknál némileg drasztikusabb eszközökhöz kell folyamodni. A kanna teli van döglött hallal. A többnapos tetemekből áradó szag ellenállhatatlan erővel hat a cápákra. Az állatok levetkőzik óvatos és megfontolt természetüket, és a könnyű falat reményében beúsznak a búvárok közé. Szürke szircápák és fehérfoltos szircápák gyülekeznek a csali körül. Utóbbiak általában csak éjszaka aktívak, de ezúttal hajlandóak kicsit változtatni bevált napi rendjükön.
mindenki megkapja, amit akar. A cápák a húst, a fizető vendégek pedig az izgalmat. Csak az nem örül, aki a cápák természetes viselkedésére lett volna inkább kíváncsi. A Lilliputi mimikri az évekig készült. Az első felvételeket még 2000 nyarán készítettük hozzá a Vörös-tengeren. Máig emlékszem, hogy úsztam ki egy korallzátonyhoz, amikor észrevettem, hogy alattam ott a lejtős homokpadon valami történik. És közelebbről megnézve látszott, hogy két lepényha kakaskodik egymással, küzdenek. Hát mondom, ezt mindenképpen le kell filmezni. Szépen lehasaltam a tengerfenékre, vártam, és óriási szerencsémre a lepényhalak nem hagyták abba a küzdelmet. A lepényhalak élete stabil oldalfekvésben telik. Egyet fejlődésük egy varázslatos időszakában, ugyanis a jobb szemük a bal oldalra vándorol át. És ezzel egy időben a hal egyszer s mindenkorra elnyúlik a jobb oldalán. Első ránézésre nincs laposabb és egyoldalúbb egy lepényhal mindennapjainál. De ez csak a látszat. Ha megelégelték a semmittevést, a homokdűnék lapos csészealjai csatarendbe állnak. Felmeresztett mellúszóik véres kartként jelzik, ez nem gyakorlat. Figyelem, ez nem gyakorlat. Miután szembe helyezkedtek egymással, a lepényhalak várnak. Várnak. És várnak. De mire? A lepényhalak a világ összes kincsért sem hagynának ki egy jó kis csetepatét. És akkor, egy váratlan pillanatban, amikor a földgolyó túloldalán a lepényhalak épp a másik oldalukra fordulnak, akkor hirtelen... Mondom, hirtelen! Na azért... Jókora ugrás térben és időben. Ez már itt Mátyás Attila Merkava zeneszerző és előadó művész hangstúdiója Óbudán. Pont az ellen pólusa annak, amit én csinálok a mindennapi zenélésem során, a színpad, nagy tömeg, hangzavar, iszonyú rockzene, dobok, gitárok dübörgése. Ez viszont teljes ilyen elmélyülés, relaxáció, bezárkozom itt a stúdióba, elindul a film, elindulnak a képek, és akkor az ember akkor ott érzi magát egy picit azon a helyszínen, amiről maga a film szól. És akkor órák múlva, amikor kibotorkálok véreres szemekkel ugye a stúdióból, akkor már megszületik bennem valami, de pontosan azokat azt így lecsillapítja bennem, és nagyon-nagyon jót tesz az ember zenélésének egyébként ez. Sikerült azt elérnem, hogy én megcsináltam egy zenei hatást, amit én képzeltem, vagy egy hangulatot, és a fiúk ugye fogták és átvágták át az én zeném alapján, és ez nagyon fontos és nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor a zene ritmusa adja meg majdan a vágásoknak a ritmusát. Tehát nekem ilyen szempontból ez egy jó érzés, hogy néha én dolgoztatom meg őket. Üldözési mánia, némi mozgáskoordinációs zavar, tetézve egy jó adag határozatlansággal. Röviden ez a villantógép kórképe.
mintha nem tudná eldönteni, hogy merre induljon. És legfőképpen mikor. De a villantógép nem véletlenül viselkedik úgy, mint akibe áramot vezettek. Furcsa viselkedése a víz alatti homokdűnék felett nagyon is észszerű. Ahol ennyi a ragadozó, ott mindig jól jön a felmereszthető hátúszó, különösen ha áll szemfoltok is vannak rajta. Hogy a mű szemek még rémisztőbbek legyenek, a gép egy barna csíkkal igyekszik elrejteni az igaziakat. Ha rájön az éhség, nem kell messzire menjen. A terített asztal ott terül el, közvetlenül az orra előtt. Pálffy Szabolcs rendező elsősorban animációs filmjeiről ismert, de több saját természetfilmet is készített, és nem először dolgozik együtt a természetfilm.hu csapatával. Igen, van itt egy mókus. Igen, egy vörös mókus, és itt szokott lenni. Ez egy nyugis hely. Munkának sokkal jobban megfelel egy nyugodt hely, mint egy stresszes, felgyorsult világ. Az animáció nagyon aprólékos munka. A rajzoló képkockáról képkockára halad, és egy pár másodperces animáción akár napokat is eldolgozik. De az eredmény önmagáért beszél. A Lilliputi Mimikri legemlékezetesebb jeleneteiben mindig animációk hangsúlyozzák ki a mondani valót. A csőlakó angolna nagyon félénk állat. Mielőtt előbújna rejtekéből, szeret meggyőződni róla, hogy nem fenyegeti semmi veszély. Igen ám, de arról, hogy fenyegeti-e őt valami veszély, csak úgy lehet meggyőződni, ha előbújik. Szerencsére minden kolóniában van egy-két bátrabb egyed, aki lesz, ami lesz, kimerészkedik rejtekéből. Őket követik a többiek. Akik jól lehet félénkebbek, messze felülmúlják a bátrakat, már ami a számukat illeti. A cél minél többet elkapni az áramlattal tovalibbenő táplálékszemcsék közül. Mivel a falat nem repül egyenesen a szájába, a halacskának igyekeznie kell. Aki elmélázik, éhen marad. A siker a hajlékonyságon és a gyors reflexeken múlik, ami a csőlakó angolnák fő erőssége. Hogy mire ez a nagy hajbókolás? Egy kis filmes trükk, és már is látható, hogy a tenger futószalagon szállítja a jobbnál jobb falatukat. Emlékszem, hogy gyerekkoromban Attenborough filmeket néztem a tévében, és tátott szájjal hallgattam, hogy ez a zseniális ember beszél élő lényekről, élő helyekről, biológiáról. És igazából nem hittem volna akkor, hogy egyszer nekem is megadatik ez az élmény, és egy természetrajzi műsornak lehetek házigazdája, műsorvezetője, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy amit mondtam, az azonnal eljutott a nézőközönséghez, és ez a maroknyi gyerek, ez értette, amit mondok, és az akvárium üvegén is lehetett látni, nem csak értette, de érdeklődtek is az iránt, amit meséltem, és ez volt a legfontosabb.